Hosszú évek óta nem volt ilyen jelentős a vízhiány a bogyiszlói Hold-Dunában. Tóth István a település polgármestere szerint egy átlagos évtől 70-80 cm-rel marad el a vízszint, az optimális azonban az lenne, ha megközelítőleg 120 cm-rel emelkedne a Holták vize. Itt a Békásfoki zsűriben 450-es víz szokott lenni, most meg 330, ha van, vagy még az alatti. Illetve már el se éri a vízmércét, mert annyira kiszáradt a Holták, hogy talán, hát amikor legutóbb láttam, akkor ilyen picike volt a vízszint. A polgármester a lakosság türelmét kéri. Ő azt mondja, mindenképpen várható vízpótlás. A tervek szerint egy nagyobb árhullámot követően a bogyiszlói főcsatornán keresztül táplálnak vizet a Holtákba. Már 40-60 cm töltés is örömteli fejlemény lenne, mondja a település vezetője. A vízügynek a vezetői itt voltak a múlt héten, pont egy ilyen árvízi kiállítás megnyitó, és egy ilyen szakmai nap volt Bogyiszlón. Megígérték, hogy megvizsgálják, hogy nem csak apadóágból kaphasson a Holták vizet, tehát amikor a Duna már apad, hanem áradóból is. A polgármester elmondása szerint a bogyiszlói Holták olyan szinten ki van száradva, hogy amint megérkezik a vízpótlás, egy része azonnal felszívódik majd, így meglátása szerint a problémát a jelentős csapadék oldhatja majd meg.